Szeretettel köszönjük a Patmos Café nézőit, hallgatóit. Folytatjuk a könyvajánlót Márkus Attilával, a műsorvezetőtársával. Szervusz Katalin, szép jó napot, és üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Ugye könyvklubonkat folytatjuk, mert a Patmos pult az nem mondom, hogy végtelen, de nagyon hosszú, és nagyon sok könyv elfér rajta, és most leemeltünk róla egyet, amihez meghívtuk vendégségbe, Súrjányi Zsófit. Szervus Zsófi! Szervusztok, én is köszöntök Szervus, mindenkit szeretettel. Illetve végre a szia Rami. Sziasztok, köszönöm a meghívást. És a könyvünk, azt a Zsófinál van, vagy nálad is van, Nálom Attila? Nálam Akkor mutassuk. <laughs> Tehát az Atillának sok sikert kívánunk de minden esetre mi itt hárman a Boldog Feleség című könyvről fogunk beszélgetni, és mindjárt ki fog derülni, hogy mennyi szót kapnak ebben a férfiak. Hadd kezdjük, hagyd raboljam, mert már is az elején, jó, ha megengedett Kati. Nekem annyit így előjárom, hogy én szerintem nem vagyok egyedül, aki azt gondolja, hogy első ránézés, arról szól, hogy a könyvet fellapozom, megveszem, fellapozom, és azt mondom, innen meg fogom tudni, hogy mi kell ahhoz, hogy én boldog legyek. Mert felém boldogsággal fordul mindenki, illetve olyan viszonyulással, amitől én boldog. Ezt kiderül, amikor elkezd a könyvet, ez nem, mert hogy itt saját elvárásokról van szó. Tehát a hölgyeknek, illetve a feleségeknek Tehát nem arról az, hogy hogyan teszik boldoggá a feleségeket, igen, igen, hanem hogy. Sokan azt gondolják, én azt gondolom, hogy, hogy ebben a recept, hogy én hozzám hogyan viszonyulnak az emberek, a férjem, meg bárkit, tehát a boldogsághoz vezető út hogyan szól. És közben kiderül, hogy itt egy óriási önvallomással és egy nagyon-nagyon nagy őszintességgel indul el a könyv, amiben megtudhatjuk, hogy itt a hölgy magába kereste a hibát. Azért, mert ez, nem volt elég boldog is ez... ez. Talán ez egy nagyon jó megfigyelés. De lehet. Eleinte nem magában. De Elé. magában találta meg. Itt, találta meg, igen, pontosan így kerek a tudat. De amit amikor leemelted ezt a könyvet, ugye ezt inkább valljuk be, hogy kényszer hatására történt. Pontosan kényszer és fenyegetés hatására. Jó meghívás hatására enyhítsünk dolgokat. Így, így, amikor felhívott a kedves szerkesztőd, akkor először elgondolkoztam, hogy miért engem, és majd aztán mondtam is neki, hogy aztán rájöttem egyébként, hogy egy ilyen nagy pofájú nő van benne, úgyhogy miért is engem hívtatok meg. Nem azért, mert azt gondoltad, hogy boldog feleségnek látszol? Ó, hát ha ezért, akkor azon nagyon elégedett vagyok, de a férjem is azt lesz. De akkor mondtam is neki egyből, hogy hát az a helyzet, hogy egy időben még a gyerekek előtt nagyon sokat olvastam, most azért ez uh, sajnos nagyon behatárolt lett, de hát én így a szép irodalmat részesítem inkább előnyben, mint uh, a keresztény irodalmat, ez most bűnvallás volt, legyétek nyugodtan annak, az a helyzet, hogy nyilván a klasszikusok, Kenethegi, Derek Prince, meg Te teológiailag igen volna magadat megalapozni, így van azok csak nagyon, a személyiséget. Igen, ez? illetve az a helyzet, hogy nekem az életrajzok is nagyon tetszenek, nagyon és uh -huh. tényleg abból is szerintem az összeset olvastam, de ez az amerikaias, vagy hogy is mondjam, ezer lépés a boldogsághoz, pontokba szedve, hát ez Na, olyan. Beszélgettünk a múltkor igaz? Igen, ez olyan, tehát idegen tőlem, Nem mondom, hát mondtam, ez nagyon megtisztelő, hogy meghívtatok, hát akkor persze elolvasom. Meg is vettem, mert nem volt meg előtte, És, és aztán, ahogy elolvastam, elkezdtem, mert akkor láttam. Hogy nem, nem, ez jó könyv, ezt mondtam is a férjemnek, és hogy, ahogy haladtam vele, hát úgy, úgy meg is ütköztem saját magamon is, hogy hát azért hát volt bennem egy felsőbbrendűség, egy ilyen irodalmi felsőbbrendűség a kereszténynek nevezett irodalom felé, és, és azért ez úgy arcon csapott, hogy ez egy jó könyv. Igeileg, teológiailag, bár nem vagyok egy nagy teológus alkat, de azért aki Sándoron nőtt fel, az hozzá van szó szokva egy színvonalhoz, és ami alatta van, azt nem szereti se hallgatni, se olvasni. <gül> <gül> és ez, ez, a... Ez meglepő módon noha amerikai, és pontokban van szedve benne több dolog. És nem is író igazából, nem, hanem igen. egy olvasó. Igen. Ez egy nagyon-nagyon jó könyv, olvasmányos, összeszedett, nem nagyképű, hanem tényleg nagyon alázatos benne az író, aki írja, és egy szuper könyv, és nagyon ajánlom mind az én korosztályomnak, ez a második generáció, már nem annyira fiatal, de azért... Fiatalos tagjainak, illetve másoknak is. Nekem egy nagyon pozitív csalódás volt, és önvizsgálatot kellett tartanom a tekintetben, hogy komoly stereotípiáim voltak a keresztény könyvekkel szemben, és ez, ez a könyv nekem megdöntötte. És hozzá hozzáadott az életet? Igen, ]hez. abszolút. Tehát nem csak irodalmilag. Nem, ahhoz felett a meg. irodalmilag nem felelt meg, mármint azt a szín nyilván, nem az tósztói. embernek ez így van, ezt az embernek a helyén kell kezelni, és ez nekem is egy jó lecke volt erre, hogy nem azt kell elvárni tőle, hogy milyen magasságokba fog röpíteni irodalmilag vagy kulturálisan, de nekem sokat adott a az életemhez, ahogy te is fogalmaztál. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hogy ennek ezzel felbúzulva elolvashattam. Első, el, 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 első mm, díjat te kapod meg, most eddig a Patmos díjat. Zsófi, viszont lelkészként nyilván valamennyire másképp közelítetted meg, de azért mindannyian feleségek vagyunk, így tehát van. vannak itt e, közös pont. <híl> Igen. Érdekelt nagyon a téma, mert hát, olyan korban élünk, amikor a feminizmus átcsap mindenen, és áthatja a politikát, a hétköznapokat, a családi életet, mindent, és nagyon tematizálja. És, is, és nem? Elidegenít mindenkit mindentől. Igen. Sajnos, tehát már abban a korszakban lépünk, hogy élvezhetetlené válik az élet a feminista felhangok miatt. Úgyhogy engem nagyon érdekelt pásztori feladataink miatt különösen is, hogy tudom-e ajánlani egyáltalán valamilyen szempontból ezt a könyvet. Tehát én azok között voltam, akik elsőként elolvasták, hogy megjelent ez a könyv azonnal. És Sajnos, hogy Sándor és Judit még nem írtak ebben a témában könyvet igazán, azt nagyon jó szívvel tudnám ajánlani, bár csak egyszer megszületne az a könyv, de addig is vannak ilyen hiánypótlok, mint ez, ez a könyv, meg, illetve hát egyből ajánlunk ehhez még egyet, mert Tehát ez, ez kettő, önmagában is igen, egy könyv egyben, ajánló. Igen. Ugyanis a Dr. Emerik Egrics könyvéből inspirálódva indult el ez a szellemi folyamat a Hölgyben, amiről tulajdonképpen bizonyságot tesz. És ezért is nem kell tósztóit válni tőle. <laughs> Tehát tulajdonképpen ez egy bizonyságtevés, uh -huh. egy gyakorlatias leírás annak, hogy milyen szellemi utat tett meg. Onnan, hogy egy tiszteletlent feleségből egy tisztelet tudó feleségé vált. És, nem tudta, hölgy, magáról gondolom, és nem tudta magáról, gondolom, tudatosan, hogy tiszteletlen. És nagyon érdekes, hogy ilyen második generációs hölgyként szent módon indult a házasságnak csupa pozitív várakozásokkal, és illetve nagy szerelmével, tehát minden adva volt áldás, generációs áldás, Igen. hit, reménység, szeretet, minden ott volt, gyülekezet, élet, tisztaság, szentség, és mégis pár hónap alatt kiderült, hogy ez. Már még... a nászút után biztosít. a nászútról. <laughs> ez hogy még a mindig nem elég a teljességhez és becsületére legyen mondva a hölgynek, hogy ő nagyon sokat fektetett szellemi energiát, abba kerest az urat imádkozott, főleg a férjéért, mert úgy gondolta, hát. hogy ott van a hiba. Hogy ugye, 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 az Attila is mondta, meg hogy volt ki fog engem tenni <laughs> Meg volt győződve, hogy a másik félben van a hiba, ugyanis hát a maga részéről meg volt, biztos volt a jó szándékában, és ez valahogy egy olyan öncsalásba vitte bele, és hát ez olyan tanulságos. És film. talán lehetséges, hogy nem egyedül van, ezzel mond, hát uh, le, igen, abszolút. Na, egyébként nekem ezért volt nagyon hiteles ez a könyv, mert ahogy így végigvettem azt a szellemi folyamatot, amin ő átment, azokat a hullámvölgyeket és uh, hullámhegyeket, amin ő szellemileg, lelkileg átment, teljesen ráismertem a saját utamra, ami pár éve azért nekem is át kellett menni. Pedig egyik is ilyen kiugró, nem? és mi, hát Tehát ezért tanulságos, hogy nem kell ahhoz valami drámai dolognak történni, Igen. hogy belül valahogy mégse stimmeljenek a dolgok. Igen. És csak annyit még a Tolstói magaslathoz, hogy ez a hölgy viszont valóban, ahogy mondott Zsófi, rengeteget beletett, tehát hiába van De rajta jön. ez a szép virágos borító, alapvetően olyan hosszú bibliográfia van a végén, hogy szerintem több szakdolgozat van benne egyszerre. Igen, igen, és hát ő nagyon, nagyon komolyan vett a szellemét. Tehát ez még plusz az Egrics képest, mert az Egrics könyv egy teológiai alapot biztosít. Ugye ezt a Csaba hogy a, fordította, igen, és nyilván akkor itt ilyenről többet beszéltetek. A teológiai látást ad át, az igét hirdeti elsősorban. Ez a Hölgy pedig, Épril Cassidy, hogy mondjuk ilyen nevét is, pedig nagyon gyakorlatilag módon alkalmazza ezeket a teológiai látásokat, ráadásul a szent vezetésében és kijelentésében, tehát egy nagyon karizmatikus módon nyúl hozzá ezekhez az igei látásokhoz, és ez is egy nagy plusz. Ebben a könyvben, tehát karizmatikus olvasóknak, akik tényleg napi szinten szeretnék a Szentlek vezetését megtapasztalni és a Szentlek vezetésében járni, nagyon tudom ajánlani hogy ebben is vezet a Szent lélek, hogy hogyan tudunk tiszteletudó feleségek válni. És lehet, hogy szükségünk van rá. Nem tudom, Attila, neked milyen kérdések merültek fel, amikor elkezdted olvasni. Tehát egy férfi szemmel nyilván nem is nektek szól, nem ezért, de hát ugye most kérdezőként mégis te is beleavatkozol ebbe, hogy mennyire tudsz rálátni arra, hogy milyen belső folyamatok zajlanak egy feleségben. Biztos függ ez attól férként, hogy az ember mit élt meg az életében, tehát a házasságában. Tehát amikor megtapasztalja az ember tíz éves házasként, hogy vannak ilyen problémák a kapcsolatukban, akkor nyilván talán többet foglalkozik vele, mert hát a pásztalása során is többet felmerül az, hogy hogy, hogy lehetne ezt megoldani, ki itt a hunyó, de én az a hunyó az kell. Azt kell, kell, Mindig kell. Mind kell. Mind, lenni kell. Van egy hunyó, meg egy búja. Tehát én mindig lehet játszani búja, Tehát énnek az a szerencsés alkot vagyok, hogy nálam ez így gyakorlatilag ez a, ez a fejezet, ez a történet, ez a, ez a feleségi magatartás, ez nem volt jelen. Mi, amikor megtértünk, akkor emlékszem rá, hogy a feleségemnek a akkor ismerősei keresztény feleségek jöttek, azzal emlékeztek rá, 80 és 90-es évek, a női uralom az a, a teljesen kézenfekvő volt. És jött az egyik hölgy, és mondta, hát a uralkodás, meg hát tudod majd. Ma. És, foggal fogalma nem volt, hogy miről beszél, de tényleg. Tehát ő nem ez a karakter, és én ebből adódóan én nem is tudom ezt így. De nagyon de amikor értem, olvasni, mennyire láttad át, hogy mi minden zajlik egy nőben? Annyiban láttam át, hogy, hogy hallottam természetesen a Keresztény évek során több ilyen sztorit, és abszolút nagyon üdvözöltem, hogy van valaki ez az April, aki leült, és azt mondta, hogy akkor ezt a írjuk le, írjuk le, és tényleg olyan közérthetően. És nagyon egyértelműen világosan beszél arról, hogy hol és mikor és milyen ponton következik. A férje tudtál azonosulni, hogy ő hát ugye igazából quasi nem tesz semmit, nem. Tehát, a... hogy nem tud semmit tenni, ez, ez az eszköztelenséget jelenti? Hogy... Emlékeztek az elején van egy sztori, illetve több nevetve, és az egyik az úgy is szól, hogy Greg és April, mert utána előtte még van másik két pár, akinek a rövid kis anekdotátörzetét leírja. De van itt egy konkrét a Greg és April, hát ott egy áldozatot látok a férj szerepében, aki ügyekszik, várja haza a feleségét, elkészíti a vacsorát a saját képességeihez mérten, és a feleség hazajön és nem megdicséri a férjét, nem örül annak, hogy őt így várták haza, megjegyzi, hogy milyen tele. Milyen csortalan, mosogató. mosogató értitek. Tehát ezek, ezeket én megértem, amikor férfiaktól ilyeneket hallottam, akkor együtt tudtam velük érezni, és és úgy gondoltam én is, hogy nyilván itt ez egy, ez egy közös munka, amiben mindenkinek változnia kell. De... Azt, hogy hát ez a boldogság, ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, ahogy már az Attila is fölvezette, hogy végül is eljutott a hölgy oda, hogy önmagát kell ahhoz, a önmagával kell szembenézni, talán foglalkozunk, fogalmazunk így, hogy ő boldog lehessen. Talán nem ez a, a kép. Most mit várnak a, a fiatal házasokra, amikor megházasodnak, hogy Zsetszpetsz boldoggá teszik őket, amikor elveszik hát feleségült? Szerintem alapvetően, az akkor is így volt, amikor én házasodtam, hogy hát most ugye jegyesség, milyen kis hogy két, két éves jegyesség volt, mire úgy állt minden körülmény, hogy akkor meg tudtuk finanszírozni az esküvőt, meg minden, na és akkor ugye akkor végre nem mindig kávéházba kell találkozni, meg a Margit-szigeten, meg a mit tudom én hol, hanem akkor sokat lehet együtt lenni, Hát, hogy amikor sokat van együtt az ember, akkor ugye sokkal nagyobb az esély arra, hogy az óembere is előkerüljön valakinek, mint amikor ugye nem. És szerintem igen, pontosan ezt várja. Én úgy gondolom mindenki a házasságtól, hogy most akkor itt a teljes boldogság és beteljesülés, és ehhez képesnek meg ugye megkapja szöröstől bőröstől a Maguságot. másikat. Igen. <laughs> és most azért a két év jegyesség alatt olyan nagy meglepetés szerintem, ezért jó volt az a két év, bár azért hosszú idő volt, de arra jó volt, hogy azért ott mindenki derül két év alatt, azért sok, sok szituáció. <laughs> előkerül, és azért tudja az ember, hogy kivel fog összeházasodni, mert hát azzal fog összeházasodni, ami az az ember is benne van, és az bizony elő fog jönni, attól függ, hogy milyen állapotok uralkodnak gyakrabban, vagy kevésbé gyakrabban, de ugye az ki és Lehet, hogy ez a tét, hogy akkor te a másik ó emberét akar legyőzni, és akkor majd boldog igen, És akkor majd azok jól megharcolnak, és a két ó ember csak sajnos az a hogy nem fogják kinyírni egymást. ez a probléma, hanem ugye marhára meg fogják erősíteni. Ugye? és a másik óemberével emberével van nyilván a hiba, Igen, így van. Meg hát a sajátokban, ugye? Csak ne erre ugye, ezt nem annyira látja az ember. Nem, ugye, abszolút. Aztán és akkor megtanult hát, együtt élni. igen, igen, az, az... megtanult az, együtt élni. Megtanult és, és úgy a elnyomni, elnyomni. nem azt nem? Úgy igyekszek elnyomni, hát ha nincs, nem, sikerül, hát Istenem, <laughs> hát akkor ugye mi történik. De ez azért is jó volt ez a könyv. Egyrészt ugye nagyon életszerű, amit, amit Zsófi is mondott, meg nagyon gyakorlatias. Nagyon igényes, hogy totál leás tényleg így, így mélyre. Tehát látszik, hogy egy halatlanul intelligens nő írta, aki vette a fáradtságot, és nem az intelligenciájával akarta ezt a témát megragadni egyébként, hanem a szellemével. És ezt úgy érzi is az ember, mikor olvassa, hogy úgy itt valami igazság, valami igazságról van szó, meg meg hát ugye ezek a szituációk azért megtörténnek, különösen egy olyan emberrel, mint amilyen én vagyok, hogy mondjuk én abszolút én vagyok, a, én egy keményebb természet vagyok, mint mondjuk a férjem, aki amúgy egy sokkal kedvesebb ember, mint én, és sokkal finomabb, sokkal lágyabb. Nekem, nekem azért hogy az első, most azért már tizen, idén leszünk 15 éves házasok, hát az első öt évben azért voltak mélységeink, hogy mit ne mondjak, az a jó, hogy, hogy aztán ezek Ezekre rájön az ember, és arra is, hogy ugye a szellemi életben is, meg a házasság ideje alatt is vannak időszakok, amikor úgy jobban az úrhoz kötözi magát az ember, meg amikor úgy kevésbé. És amikor úgy kevésbé, akkor ugye ezek a problémák, ezek, ezek azért úgy megcombosodnak. Ellenek. Igen. És akkor úgy, úgy, úgy egy öt év kellett ahhoz, legalábbis nekem, hogy 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 rájöjjek, hogy milyen reakció, mit vált. hát azért most torkom szakadtából nem üvöltöttem soha a férjemmel, de azért az akaratomat a erőteljesen maga a módján, azért megpróbáltam. De talán nem. rajta. Aztán azért nem mondom, hogy százszerzelékosan, de azért Valami. a javulás útjára léptem talán. De Zsófi, szerinted van olyan, aki az akaratát nem akarja nőként érvényesíteni? Szerintem nincs. De nem is kell, hogy így legyen. Nincs. Uh, mindannyian Éva természetét megörököltük, és eljutunk olyan meggyőződésekre a férjeinktől függetlenül. Hajlamosak vagyunk erre, hogy teljesen falsul értelmezzük a valóságot, ahogy Éva is, hogy látta, hogy az a gyümölcs, az alkalmas az étkezésre, Kívánatos a bölcsességért. Ő látta ezt, pedig még se nyílt a szeme. Később írja az igaz, hogy megnyíltak a szemeik. Akkor de ő kezdenne, már akkor igen. látta, tehát már egy meggyőződés jött létre benne, a férjétől függetlenül. Tehát ez itt kezdődik el egyfajta kísértési folyamat az emberben, hogy kialakulnak meggyőződései a férjétől függetlenül. És aztán habitus kérdés, hogy ki, hogy érvényesíti. Van, aki vehemensebben. Én is el tudom mondani, én is inkább vehemensebben. Tehát ez habitus kérdése, de én úgy Van, aki hátulról mellbe. Igen. Táp, tő, tehát a pásztorlási tapasztalataim alapján azt tudom mondani, hogy a legszelidebb hölgyek is ö, megtalálják a módját annak, hogy hogyan érvényesítsék. Lehet, hogy csak kis pityergéssel szótlansággal, komorsággal, szomorkodással. <laughs> Meg vannak az eszköztárai neki is, hogy hogyan érvényesíti az akaratát a férje ellenében, és egy nem jó akaratot. tehát Igen, mert ugye a jó akarat az, igen. hogy föl is hördült rogta az Attila, hogy de hát, az kell. <gül> <gül> Ezt akartad mondani? <laughs> igen, abszolút. <laughs> Amikor nem ért egy férj egyet a feleségével, mert a felesége esetben ott van és, és mondja, mondja, az mondjuk tiszta sor, mert azt, azt érezhető, tetten érhető, hogy ő most erőt akar gyakorolni a verbalitáson keresztül a férjének az akaratán. De van az a változat, amikor, amikor igazából nem szól sokat, csak az arckifejezésén lehet látni azt, amit, és sokszor ez bántóbb, meg fájóbb, mint az, amikor Igen. az ember elmondja a véleményét. Tehát Igen. a kommunikáció az nem mindig a férjétesek forrása. Igen. Tehát jó az, hogyha egy egy hölgy beszél és elmondja, hogy mi bántja, mi zavarja őt, csak hát ez nem mindig vevők a férfiak persze, de még egyszer hangsúlyozom, az még jobban tud fájni az, amit egy tör, amikor egy ilyen arckifejezéssel az ember talán az... ezzel nem vagyunk magunktól tisztában, nem? Igen, igen. igen meg ez, ebből is igen. látszik, hogy nem lehet csak úgy uh, látszólag elnyomni azt az ó embert, mert ki fog ülni az arcunkra, és ugyanott tartunk, mint a mondtuk volna. a szempontból egyébként. Pedig tök... hogy megfeszítettem amikor magam, nem szólaltam. És ez azt az erkölcsi tőkénk, igaz? Igen, de. De. de egyébként az erkölcsi tőkéről ne, ne lapozzál rögtön, mert talán ez egy fontos pont, nem? Tehát, Igen, hogy ebből hát a, eleve jó egy... szándék is egy erkölcsítőkje, sokszor úgy így éljük meg, meg az is, hogy mi mindent megtettünk a magunk részéről, el szoktam mondani, Kenneth ha megtérsz a hazugságból, megbocsájt neked is, <laughs> és hát egyáltalán az, hogy mondjuk egy feleség sokat imádkozik, mert megteheti, mert otthon van esetleg, nem úgy, mint a férj, aki állandóan dolgozik, ugye ebben a könyvben egy ilyen helyzettel találkozunk, hogy a férj többet tudott imádkozni, és ez is egy erkölcsítő kellett neki. A feleség a feleség, tudott, feleség többet tudott, tudott uh -huh. imádkozni, és ez is így egy mert kölcsítő, hát ő az, aki a szellemi terhet viszi a családban, és, és akkor rögtön fordul a, és a, akkor a kocka. már Még ebben is bé a, ugye a férfén, vagy semmi ez, ez nem, vagy semmihez nem érde de lehet még szellemileg is egy nulla. Igen. Tehát ilyen szempontban nekem azért érdekes volt ez a könyv, mert én úgy gondoltam, hogy nekem könnyű dolgom van, mert az én férjem nem egy... Ö, könnyen Nem magát. irányítható ilyen módon, tehát ő elhatározza, hogy kinek engedi meg, hogy irányítsa, ez Isten és szolgálti ajándékoknak megengedi, egy irányítsák, de azt nagyon azonnal reagálja, ha én próbálom így rossz módon, női módon irányítani. Úgyhogy én úgy gondoltam eleinte, hogy hát könnyű azoknak a feleségeknek, akiknek szelíd, természetű férjük van, ilyen könnyen kezelhetőek, mert hát ott ki jön a probléma. Aztán úgy gondoltam, hogy milyen nehéz azoknak a feleségeknek, mert ők esélyt se kapnak. Uh -huh. hogy megtérjenek igazából. Úgy, és ez egy pat helyzet volt, mert azt láttam, hogy főleg tanácsadásoknál, hogy nagyon so sok ilyen helyzet van, hogy a férj egy szelidebb típus, mint a feleség. A feleség egy vehemensebb. És hát erre látunk nagyon jó példát, hogy igen, <hül> ilyen helyzetben is tud működni az engedelmesség, tud működni a tisztelet, ha hitáltal az ember ezt meg akarja valósítani a házasságában, mert itt kifejezetten egy ilyen példát látunk, ahol a férj egy szelét, csendes, visszahúzódó, ember. És akkor csak ez az egész úgymond belülről rohadt volna, úgyhogy gyakorlatilag nem is, annyi, nem is látványos. Igen, hát igazából amúgy... szóval a feleség szenvedett tőle. Tehát ez... De ez is nagyon érdekes volt, <laughs> nem? Hogy saját igen, maga és által itt jön a a igen, a problémát. a mondandója, hogy ő így találta meg a boldogságot, hogy az Isten tekintélyi rendjében elfoglalta ezt a helyet amit Isten neki szánt, amit a nőnek szán Isten a családon belül, meg egyáltalán az univerzumban. És hát ez a boldogság titka, hogy a helyén legyen az ember. És ha a helyén van, akkor viszont a megadja a tiszteletet a férjének, aki viszont fölötte van. Ezzel ellen akár, hogy ágálnak a mai nők, ez Isten rendje. Tehát, ha ez megborul, lenni. egy nő ezzel ellen fellázadhat, de ő lesz boldogtalan. Igen. És ezt tapasztalta meg ez a hölgy is, hogy hogy nem találja a boldogságot, pedig minden adva van hozzá, és rájött, hogy a hiányzó elem ebből az, hogy ő nincs a helyén, nem ad férjenek férjének uh -huh. olyan tiszteletet, amit kellene. És ez a szelíd férj, ezt sokáig tűrte. Az én férjem nem tűrte el ezt ilyen sokáig. Tehát nekem könnyebb volt ilyen a dolgom, meg kell, hogy mondjam. De most felbátorodtam, mert tudom ajánlani ezt a könyvet olyan hölgyeknek, akiknek a férjük amúgy egy szelíd, uh -huh. és csendes, és eltűri az uralkodást. Beletörődik, és megtalálja a menekülési útvonalakat, és a, eltemeti magát a vállalkozásba, a szolgálatba, a, a, megtalálja azt a csendes sarkot, ahol az asszony. Igen, nem tud uralkodni rajta. Mondta jófi, hogy a mai nők, tehát egy gondolom hogy az emancipációra, a feminizmusra gondolsz, de én 60 én is születtem, és az édesanyám, és a hozzám közel a rokonoknak körében is azt láttam, hogy a 70-es, 80-as években is volt egy markás női vezetői attitűd. Mindenkor sok... volt, csak most igen. nagy szájjal fel is vállalják. Igen. Igen, most fel és maguknak. Igen, igen, meg talán az a különbség, hogy, hogy akkoriban talán úgy látom, hogy harcoltak a, a férfiak ez ellen. Most igen. meg teljesen igen. ebből teljesen adva. családon belüli erőszak. Most már De... ezeknek a szülőknek vagy anyukáknak a gyerekei nem harcolnak ugye Eromos. annyira ez ellen a, talán, ez igen. ellen a helyzet ellen, mert ők meg ugye már ebben ültek. De hol kaptad el a telefonodat Ramona? A... A, az saját életemben, vagy a könyvben. A, a könyvben, könyvben. Mindenket érdekel hát összefügg a kettő, de hogy hol, a volt Nekem az, az volt az nagyon, port? nagyon érdekes, hogy szerintem ez a könyv amúgy, úgy önmagában a tisztelet témakörét nagyon pontosan és olyan, olyan, olyan szívbemarkolóan járja át, meg az engedelmességet talán. És ez alatt nem azt értem, hogy a, a a feltétel nélküli és teljes alárendeltségben való engedelmességet, hanem, hanem az Istennek való teljes engedelmességet, és nagyon szépen kihegyezi a, az író arra, hogy teljesen mindegy, hogy valakinek a férje olyan-e, akinek könnyű megadni a tiszteletet, egyébként például az én férjem ilyen, mert ő nagyon lágy természet, de egy olyan, akit nagyon könnyű tisztelni, egy csomó minden dolog miatt, ezért is nem volt ezzel olyan hatalmas problémám soha, mert az ő személyisége az, az könnyen... Tiszteletre méltó. Igen, tiszteletre méltó volt, és nekem ez, ez olyan könnyű volt alá De sokszor menni. mondják is feleségek, csak ide becsúnám, hogy hát ha csinálna valami olyat, amit tudnék tisztelni, akkor persze tisztelni. Na hát igen, és ugye viszont sok férj Azért úgy él, vagy olyan a személyisége, és azért itt visszakanyarodnék arra, hogy azért jó előtt előre megismerni, hogy kihez megy valaki hozzá, hogy azért a személyisége az nem fog megváltozni senkinek se a házasság alatt, hanem az ugye adott lesz és hogy az vajon olyan-e, amit könnyű tisztelni, vagy nem könnyű tisztelni. Lehet a tevékenység benne is hozzátartozik, a nem? A tevékenység, vagy, nem sok vagy, vagy úgy, ugyan olyan attribútumok, amiket igen, nem igen. gondolkozik az ember előre nagyon a nagy szerelembe, hogy most ezt én fogom-e tudni igen. tisztelni, vagy nem fogom tudni tisztelni, de a hétköznapi élet során, meg amikor ez a szerelem, ez a nagy lángolás, ez azért szerintem egy picit átalakul, főleg amikor jönnek a gyerekek, meg az élet gondjai, meg anyagiak, meg minden, és akkor marad a szerelem, csak ugye már, a, vagy az a láng az egy kicsit lejjebb kerüldik, úgymond úgy már tehát nem Erre, emészti föl őket, igen, szerencsére, Akkor mert ugye előjön tartom, a, fazék, amiben ugye az a leves rotyogott, vagy most már nem rotyog, csak meleg, és hát ugye az nem mindegy, hogy, hogy az milyen, és ugye ebbe a könyvben mert azt tetszett nagyon, hogy azt írja le, hogy igazából az teljesen mindegy, hogy a férj méltó-e a tiszteletre, vagy nem méltó, vagy hogy azt kivívta, vagy nem vívta ki. Ugye ez egy status quo, hogy valaki valakinek a felesége, és akkor azzal kellene kezdeni valamit, és hogy akkor is tisztelni kell, és el kell kezdeni valamilyen formában, még ha ettől a tisztelettől kilométerekre van valaki, mert azért sajnos vannak súlyos esetek is, akkor is el kell valahogy lépésenként kezdeni, és az is nagyon jó, hogy azt mondja, hogy apránként egy dologgal foglalkozzon egyszerre, és szépen haladjunk a cél felé, nem egyből ugorjunk át a célvonalon, hogy, hogy szépen fokozatosan az Istennek való engedelmesség miatt próbáljon meg valaki enged, mert nem kell okay. kiértemelnie. És nekem ez nagyon tetszett, hogy, 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 teljesen mindegy, hogy mi a szitu, mibe vagyunk benne, pusztán azért kell engedel, és hogy ki a pusztán azért kell ezt megtenni, mert ez nem egy kérés az Isten részéről, hanem egy parancs. És igen. ezt a nők nem szeretik hallani, hogy parancs, de ez van. Szóval ez... van is katonai, katonai példa, ez a parancsértettem, értettem. Igen. A könyben, és ez valahogy de így, el, igen. De hogy a hölgy is így veszi, hogy hogy ez, hát hát, ez isteni parancs, és engem elgondolkoztatott az az eszköztelenség, ami a férjét jellemezte, hogy neki járna a teremtés által a tisztelet, emiatt, e a felállás miatt, de semmit nem tud ellenet ezért tenni, mert ez a kérdemlés, ez nem tudom milyen feladat elé állít egy férfit. Vagy téged ez így nem riasztott? Tudom, hogy neked nem kellett. De hogy, hogy a könyvbeli férjhez hogyan viszonyul mondjuk egy olvasó férj? Vagy kell egyáltalán, szerinted ezt férfiak megolvasni? Szerintem kell. Szerintem kell. Nyilván nem olyan alapvető. Én, könyv, én, én egy mint egyébként a nem LED-én nagyon bőbeszédű, ahhoz képest. Tehát, ja, hogy azért, Tehát olyan Mek... nőjeszen a elő. Ha, ha, tehát nőknek szól a könyv, hogy na, én, be. Én nem merném ajánlani. Ha. Tehát én azt mondtam a férjemnek, egy nagyon jó könyv, minden feleségnek el kell olvasni. A múlt Feleségnek. A férjeknek ajánlom, hogy vegyék meg a feleségeinknek. Vagy a mennyi a szanyog, Két évvel ezelőtt a, a család fölről beszéltünk. Igen. Igen. A és a család kolá Értelek, Zsófi. A hét, két hét előtt a családfőről beszéltünk, és az meg egy ilyen férfiaknak szóló könyv, de én azt gondolom, hogy ezt annyira nem lehet elszakítani egymást. Nekem nagyon tetszik például az a példa, az a szimbólum a könyvben, amit tettük a műkorcsolyázóról ír, hogy, hogy, hogy együtt korcsolyáznak, és hogy a férf felemeli a feleségét, illetve a, a párját, és, és, gyakorlatilag ezt az ezt a együttmozgást, ezt a... Én azt gondolom, hogy azért ebben, hogy, hogy megértsük a női dilemmákat, hogy megértse egy férj azt, hogy egy, egy, nőnek mi fáj akkor, amikor, amikor fáj. Szerintem érdemes elolvasni. Lehet, hogy amit mondasz, hogy talán nem ajánlanám, <laughs> például ilyen direktbe, de aki, aki, én azt mondom, hogy férfiak, ha látják ezt a könyvet, akkor is úgy gondolják, hogy volna a feladatuk abban, hangsúlyozom, hogy, hogy mit tehetnek ők azért, hogy a feleségük boldogabb legyen, akkor ne hagyják ott a pulton, mert szerintem én, én, én tegyék Mindenképp meg a feleség. Jó, nem mindenképpen. Szerintem jó könyv, és, és nagyon hasznos ha has a Értem, hogy nem volt abszolút De egyébként teljesen. Van egy blogja is ennek a hölgynek, én kíváncsiságból Igen, rákerestem. Igen. Annyira kellemes meglepetés volt a könyv nekem az őszintessége, hitelessége miatt, a gyakorlatilassága miatt ez a három tűnt uh -huh. fel nekem benne. A gyakorlatilasság, az őszintessége, a hitelesség, meg a karizmatikusság is, hogy rákeresem a blogjára, de hát ott is nagyon bőbeszédű, uh -huh. és fárasztóan bőbeszédű. Aha, de még, neked is. még nekem is fárasztóan bőbeszédű, Ajaj. de, és kicsit ilyen stílusban van ez a könyv megírva, de, de szerintem mi, lehet, hölgy hogy ezt az úr én. elviseli tőlünk, nem? Meg azt látom, hogy az úr megadta neki azt, hogy legyen egy, egy kifutása ennek, tehát... Igen. Meg, megadta azt a csatornát, megadta azt a közeget, megadta azt a szolgálati terepet, ahol ő ezt ki tudja élni egy pozitív módon, építő módon. De igen. elsősorban a feleségek felé van neki szolgálata, nem a férjek felé. Igen, igen, ez a könyben, igen, igen. Igen. Hát igen, nyilván a, a szóválasztás, a megfogalmazás, a megközelítése a dolognak, igen. de hogy említetted a feminizmust, hogy a feminizmus ugye arról szólna, hogy kivívjuk azokat a jogokat, amik ö, most jó értelemben Klassikus járnak. még. Igen, hogy legyen, legyen egy emberhez méltó. Élete a nőknek is, mert ez történelmileg úgy alakult, hogy ez nem volt mindig adott. Ellenben a boldogság az nem ment ki a divatból. Tehát ahhoz, hogy, hogy azok a feministák, akik most ezt túltolják ezt a dolgot, Igen. akkor végül is a saját boldogságuk Így. ellen dolgoznak. Pontosan. Tehát itt azért nem arról van szó, hogy hogy lehetnél boldog feministaként is, de legyél inkább alázatos feleség, Igen. és úgy legyél boldog, hanem, hanem lehetetlen feladat úgy boldog lenni. Pontosan, tehát a, aki azt mondja, hogy boldog feleség úgy, hogy nem tudja tisztelni a férjét, és nem rendeli alá magát az isteni rendnek, tekintélyi rendnek az előbb-utóbb ki kell, hogy józan hogy tehát, meg hát ezt látjuk a sorsokból is. Hát igen, hát sok a Sok sorsra igen. rálátásunk van, és ezt látjuk a sorsokból, hogy egy darabig ezt elhitetheti magával az ember, hogy ez a fajta szabadság boldogi, de ennek ideig óráig való gyönyörűsége van. Igen, tehát, igen, és mi meg szeretnénk mindig boldog. Igen. igen. Ebben <laughs> viszont örök boldogság van, tehát, ha Isten rendjében az ember beilleszkedik, akkor örök boldogság gotó. Van egy kedvenc történetet belőle, amit szívesen kiemelsz? Most hirtelen így gondolkozom, hogy történetre élvezné neki. Vagy meki. vonal vezetés. É, mondjuk van egy, mert sok bizonyságot is összegyűjtött, tehát ő már a könyvet úgy írta meg, hogy már nagyon sok. Hölgynek segítette, megosztotta bizonyságát interneten, és erre nagyon sokan rámozdultak, és hát igény lett rá, hogy, hogy foglalkozzon ilyen hölgyekkel, így alakult ki úgymond a szolgálata. Uh -huh. És nagyon érdekes volt nekem az egyik esetet taglalja, egy álnévvel, és arról beszél, hogy hogy egy Kájlan démonjai, ezzel a címmel van ez a fejezet leírva, hogy állandóan azzal küzdött, hogy, hogy hogy hangzott benne a férjéről szóló vádirat. Uh -huh. És meglepődtem rajta ezen, tehát ez úgy ez meglepet, mert régen én is küszködtem ezzel. És hogy szinte hogy szinte hallom a vádiratot. A Joel Osztín is ír egy ilyet, hogy ez a lemez, Ugye akkor cseréld már ki azt a lemezt, mert hogy igen. azt a hallod, akkor azt szerint. És fogsz hogy ez me. És bekérdezte aztán ennek kapcsán a, a szerző a saját férjét, hogy ő szokott-e hallani. Esetleg ennek Mind az inverzét, hogy igen, vajon a férjek a... hallják ennek az inverzét. És az az érdekes, hogy a férjek nem ennek az inverzét hallják, hogy a feleségről szóló vádiratot, egy-két kritika esetleg megfogalmazódik, hanem inkább azt hallják, hogy ők mennyire alkalmatlanok hogy ők rossz férjek. Tehát, hogy mm. úgy tűnik, hogy... És ez nem őt... motiváló nekik. De nem, nem, mert ezeket összefügg? tehát nem de. mert, hogy ott... Pontosan, <laughs> el... hogy összefügg, de Ugyanaz hogy mennyire érdeket, fel a lemez. <laughs> <Ugyanaz akart. gül> hogy az egyik a másikról szóló vádiratot hallja, a másik meg az ellene mm. szóló vádiratot hallja, mm. és ez mm. pont a férfi tekintély ellen, mm. és végsősoron Isten tekintély ellen Igen. szóló Igen. sátáni vádirat. Mm talán lesz egy lényege az egésznek, Igen. amiért a házasságok, a helyet, hogy boldogok lennének, mert ugye ez lenne a, azért a, a küldetése a házasságnak, ehelyett pont az ellenkezője történik Igen. sok esetben. Ez nagyon-nagyon érzékletes példa. Úgyhogy ez nagyon, nagyon meg, megragadott ez, mert szerintem sok hölgy küzdködik ezzel, de fel nem tudatosodik benne, hogy ez egy hang saját gondolatainak, hogy ez egy idegen hang, hogy ez a vádlónak a Igen. hangja aki éjjel-nappal vádolja az Isten képmásait is, Isten előtt is, az Istent pedig a, a, a teremtményei előtt, tehát, hogy ez a vádlónak a hangja. Tehát sokszor azt hiszem, hisz hogy a saját gondolata, Igen. a saját érzései tűnnek, és még oka is van. És nagyon, nagyon érzékletesen leírja ennél a például, hogy ez a hölgy hogyan harcolta meg ezt, hogy végül is letekerte ezt a hangot tudatosan. És, és, e mit tesz, Isten és mit tesz, boldog lett. És ez boldog lett. Igen. Ramona, neked melyik volt, amit így kiemelnél? Hát, ami szerintem nagyon érdekes, és most akkor így próbálom a második generáció hangját hallatni, vagy hogy legalábbis nekem mi szűrődött le így belőle. Ugye sokan vagyunk, akik ugye a húszas éveink legelején férhez mentünk. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy otthonról mentünk férhez. A szülői tekintély alól ugye mi nagyon idős második generációsak vagyunk, tehát ugye az első, első, gyerekek, én is, a barátnőim is. Legidősebb gyerekek azért mi, minket rövid pórázon tartottak, elég rövid pórázon a szüleink, ami amúgy tök jó volt, csak nem volt az az időszak, amikor, aki fiatalon ment férhez egy szigorú családból, amikor én most azt csinálom, amit akarok. Férhez megy egy ilyen második generációs lány, és akkor most, most akkor, most akkor ő az apám, a, akkor most kimondja meg, nekem, nekem olyan szempontból könnyű dolgom volt, hogy, hogy mindig akkor megkérdeztem a férjem, hogy most akkor ezt megvegyem-e, most is megkérdezem egyébként szinte mindenről, vagy hogy most hova menjek, és ő felnőtt ember vagy, hát ha akarod, vedd meg, persze, vegyél kettőt, vagy <laughs> ilyen jó fej mindig, vagy, vagy, vagy soha, hogy elkíreckedjek. Tehát ez nem merült fel, így a házasságunk elején ezzel így, így hogy most így lehébb, kerestem, igen, hogy most, most, kerestem, hogy most akkor én hol is vagyok, tehát, hogy most, most akkor én valakinek hogyan vagyok a tekintéje alatt. Aha. És ezt így a fiatal férjeknek is mondom, hogy nekünk, nekem az például egy nagyon nagy segítség volt, hogy úgy totál egyenrangúként kezelt engem soha nem akart se az apám, se a főnököm, se semmim lenni a férjem, de azt szerintem jól esett neki, hogy mindig megkérdeztem mindenről, de mindig mondta, hogy hát mennyi, tehát, hogy vagy, 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 csináljad, de ez a, nekem mindig is idegen volt, hogy elenged a férjed, vagy, vagy valami, így volt, akik kérdezték, és mint pardon, tehát, hogy, 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 nálunk nincs erről szó, hogy az engedélyét kellene, de annak, aki úgy kimegy a, a, szigorú családi tekintély alól, annak azért úgy meg kell találnia a helyét, és így ebben is, hogy ugye hol van a határ, nem a szülőm, akivel szemben ugye azért a gyülekezetben, a mikorosztályunkban nagyon szigorú határok voltak, hogy mit lehet megengedni, mit nem, hanem egy, egy férj, akivel most akkor, most akkor oda vágom, mert nekem is volt ilyen, hogy jó, megmondtam a véleményem, ú, akkor érzi az ember, hogy na, ezt, ezt, ezt akkor mégse kellett volna, de akkor most melle, mellé, vagyok rendelve, vagy hova vagyok. Ebbe egy férj nagyon sokat tud segíteni, hogyha jó fej, meg nyilván egy feleséget, hogyha ez érdekli, hogy, hogy egy hovatagozódjon be. De azért ehhez kell egy, kell egy idő szerintem, hogy, hogy uh -huh. úgy megtalálja az ember a helyét, és szerintem ez a, a könyvben levő példák, meg hogy, hogy mi számít tiszteletlenségnek, úgy ott azért ott van egy felsorolás, amiből azért úgy, azért, úgy magamra ismertem bizonyos pontokon, nem csak, hogy így most, hanem nyilván az elején. Igen, igen. <tudyerek> <tudy> és a és, uh, nagyon érdekes volt, hogy utána, tehát a határokat is olyan jól ö, körülhatárolja. Ennek engem nagyon szíven ütött, hogy írja, hogy ki ez a tiszteletlenség, és akkor ami pedig totál bűn kategória. Tehát ez Itne. nem tiszteletlenség, hanem bűn, artikulálatlan üvöltés, stb. 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 Én a férjem olyan soha nem üvöltöttem így, de azért van egy pont, amit mondjuk a három gyerekem, amikor egy egyszerre utazol az idegrendszerenemen, akkor nem az, hogy felemelem a hangom, hanem van, hogy völtök. Igen. És akkor, hogy hú, igazából hát ez, ez amúgy totál bűn. Tehát, hogy nem az, hogy, mert mint ahogyan engem is rövid tartottak, én is rövid tartom egyébként a gyerekeimet. Szerintem szigorú vagyok, de, de magammal szemben is, amikor nyilván, amikor az ember ki kell magából, azért érzi, hogy mi az, ami úgy jogos volt, így szülőként is, meg mi az, ami, ha van egy kis önkritikája, meg mi az, amit úgy nem kellett volna. az ez azért ezt így jó volt látni leírva, vagy hát úgy mellbevágó. Igen, hogy, ja igen, egyébként ez büntet, hogy, hogy, és érzi az ember, hogy, és akkor Igen. bocsánatot is kérek a gyerekeimtől, hogy ezt mondjuk így nem szabad viselkedni, most fáradt voltam, ez most túl volt azon a ponton, és úgy látszik is, hogy akkor ó, ez feloldódott. Ez a probléma, de hogy attól még nem kéne elkövetni legközelebb. <laughs> de azért néha mindent megtesznek azért, hogy ez az ülőmek. Szóval teológiailag nagyon rendben van a könyv. Igen. Tehát teológiailag is nagyon rendben van a könyv. Tehát ez nevén nevezi pont. a bűnt, nevén nevezi az igazságot, nevén nevezi a szentséget, a tisztaságot, a tiszteletet, a szeretetet. Tehát nagyon igei, nem, nem lehet belekötni teológiailag, tényleg. Hála Istennek! Tehát itt nem Igen. egy... Ö, bemutatom a könyvet, jó? Vagy mutasd fel akkor a kamerát, tehát, Mutatok hogy senkit el. ne tévesszem meg, hogy milyen szép rózsás borítója van, teológiailag teljesen betonbiztos alapokon áll, és ö, megadja azt az útmutatást, ami szépen kézen fogva vezet akkor minket. Igen. Mi egymást, ugye, mint testvérek, nőként, akkor megköszönhetjük neki ezt a bizonságot. Abszolút, abszolút. Áldásos Pásztor. És mint férjeket képviselő jelenlétű, <laughs> én is. Igen. Már örülött, hogyha boldogok a feleség, együtt Együttérzve, érezve a férfi A ja, Férjem is, is megkönnyebbüléssel vette tudomásul, hogy ez milyen jó könyv. Így rám biztos, hogy így mondjak véleményt, olvassam el, mondjak véleményt, és nagyon örömmel hallotta, hogy milyen pozitív, és hát kiemeltem egy-két olyan elemet, amiből tudtam neki bizonyítani, hogy mennyire pozitív. Tehát azok a látások, amiket annak idején őt nekem átadott, és amit tőlem várt, és amit befektetett az életembe, azokat a látásokat Látja viszont, Látja viszont, igen, a könyvben. Úgyhogy kívánjuk, én. hogy sokan vegyék le a polcról igen, a, pul, a pultnál, és Mielőtt a, tanácsodásra igen? fordulnának, házassági tanácsodásra érdemes elolvasni. Nagy, nagy jó. Jó. Ez minden lelkésznek Kis meg fogja a dolgát. Nem ő ő a férj felé szolgál a könyvvel, de nagy szolgálatot tesz a férfiaknak vele. Lám-lám, hogy mégiscsak... Nem csak ne. a férfiaknál kötünk. <laughs> Nagyon köszönjük a beszélgetést Júrjányi Zsófinak és Vigra Köszönjük, is. hogy itt voltatok. Nagyon velünk. köszönjük, hogy köszönjük. beszélgetettünk vele Köszönjük, is, hogy, hogy itt letteket. lehettünk. Megtisztelő volt. Viszontlátásra, viszont hallásra.